Folytattam azt a sorozatot, illetve azt a elképzeléseimnek a megvalósítását, ami az önkormányzaton belüli szociális juttatásoknak az újraelosztását kezdeményezi, illetve a szociális juttatásoknak egy újfajta értelmezését teszi hangsúlyozottá. Az eheti önkormányzati testület ülésre kívántam benyújtani egy olyan rendelettervezetet, amely az önkormányzati lakások béleményének a bérleti díjának a csökkentésére szól. Kiskunfélegyházán 330 önkormányzati bérlakás van, ez gyakorlatilag 330 családot, megközelítőleg 1000 embert jelent. Az előterjesztésem, illetve a javaslatom szerint az önkormányzati bérlakásoknak a bérleti díjának 10%-kal való csökkentése a cél. Figyelembe véve azt, hogy az önkormányzatnak még az OTP felé különböző kötelezettségei vannak, azért az eredeti elképzelésemtől eltérően nem január 1-ével, hanem az év közepe tájékától vezetnénk be ezt a kedvezményrendszert. Ez egyrészt illeszkedik a kormányzati elképzelésekhez is, miszerint ugye az adósság átvállalás az február 28-áig megtörténik, magyarul február 28-áig a kormány az önkormányzatok teljes adósságát átvállalja, viszont e fejében olyan gazdaságélénkítésű elképzeléseket vár el az önkormányzattól, ami hatható segítséget nyújt a helyben élőknek. Én azt gondolom, hogy ezzel a kezdeményezéssel, azzal, hogy 10%-kal csökkentjük ennek a 330 családnak a lakbérköltségét, és ezáltal a rezsiköltségét, alaposan hozzájárunk ahhoz, hogy ez a megmaradó 4 millió forint, ami ennek a 330 családnak a zsebébe marad, ez itt költődjön el Kiskunfélegyházán, ezzel is segítve a helyi vállalkozásokat. Azt gondolom, hogy ez egy tökéletes példája annak, hogy hogyan lehet a helyi vállalkozásokat helyzetbe hozni, illetve egy picit segíteni a helyben élő családok életkörülményein.